A Jézus Barát gyalogtúra tábort 2003 óta szervezik a 12-től 18 éves korosztály számára, átlagosan 200 résztvevővel. Az első táborlakók már hétfőn délután megérkeztek a Szent Tamási templom kertbe. A regisztrációt követően a sátorállítás, ismerkedés és a tábornyitó volt soron, az első est pedig hagyományos tábortűzzel ért véget. A gyalogtúra kedden délelőtt 7 kilométeres táv megtételével kezdődött. A Szent Tamási Horváth Fanni elmondta, az első gyaloglás közben szójátékot játszottak és beszélgettek. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat fogunk sétálni, és fárasztó lesz. A 13 éves Péter Révei Csányi Enikőt arról faggattuk, hogy mi az, ami legjobban megfogta a gyalogtúra táborban. A sok gyerek, akivel lehet beszélgetni és játszani, és nagyon szórakoztató, és főleg a zene és a tánc nagyon tetszik, de a séta közben nagyon szeretem, mert sokat lehet beszélgetni, és jó ismerkedés, és ezért nagyon szeretem. Nagy Judit Topolyáról érkezett, és már 10 éve visszajár a gyalogtúra táborba. Szerintem azt fogja meg az embereket a táborban, hogy értékesnek is tudjuk, értékesnek is érezzük magunkat. Egyrészt a saját határainkkal szembesülünk, azzal, hogy nem hisszük el magunkról azt, hogy le tudunk gyalogolni egy ekkora távot, és aztán jó érzés az, amikor látjuk azt, hogy megcsináltuk. Zsúnyi Tibor helyi plébános számára fontos, hogy Szent Tamás ad otthont az idei legnépesebb keresztény szellemiségű tábornak. Ez sokban hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekeknek a fejlődése, amely most ez a 9-10 éves kortól és aztán fölfelé, hogy megerősödjönek, hogy az erkölcsi magatartásuk, hogy az önbizalmuk és az önértékelésük erős legyen, nagyon szükséges ahhoz, hogy érett, egészséges emberekké váljonak. Balcsák Szilárd, szabadkai plébános, a tábor egyik szervezője elmondta, 2003-ban vette észre először, hogy sok fiatal barátjának gyenge az önértékelése. Azzal a céllal szerveztem meg az első tábort 2003-ban, hogy adjak lehetőséget ezeknek a fiataloknak, hogy megerősödjenek az önértékelésükben, hogy megismerjék Jézus Krisztust, az élő Isten fiát, ami megváltónkat, és hogy legyen lehetőségük arra, hogy egymással találkozzanak, illetve barátkozzanak. A Jézus Barát gyalogtúra első táborára 190 vajdasági fiatal jelentkezett, és július 22-éig tart. A második tábor július 25-én kezdődik.